A tojás, a zöldségek és a gyümölcsök árának gyors emelkedése hat éves csúcsra hajtotta az ukrán inflációt októberben, amely a csütörtökön közzétett adatok szerint éves szinten 26,6%-ra ugrott. Az ország tojás termelői és gazdái szerint az orosz invázió okozta pusztítás tovább növelheti az árakat. Az egyik legnagyobb európai tojás termelő az Ukrland Farming tulajdonosa szerint, ha nem sikerül a tojóállományt megújítani, akkor a helyzet jövőre még rossz lehet, és nem lesz tojás. Az Ukrán Nemzeti Bank múlt hónapban azt közölte, hogy az infláció alacsonyabb a vártnál, különösen akkor, ha a háború pusztítását is figyelembe vesszük, hiszen az orosz bombázások több ezer ember halálát, vagy épp az országos energiállátás harmadának a pusztulását okozták. A háború miatt hiány van tojásból, zöldségből és gyümölcsből is, ezért a kormány közbelépésére volt szükség, hogy a termelőkkel kötött megállapodással stabilizálja az árakat, írja a az infláció magas szintjéhez hozzájárultak a háború okozta logisztikai problémák és a hrívnya értékvesztése is. Ennek ellenére a központi bank szerint a drágulás idén tetőzhet, és jövőre már csökkenni fognak az árak.